Szeretetettel köszöntök mindenkit, annyit módosítani vagy annyit javítanék csak, hogy én ezt kaptam, ezt a címet. De valóban a melegházasság elfogadásának egyházi teológiai következményeiről szeretnék beszélni. Két súlyos szó kimondásával kezdem. Isten szent. Ezékiel könyve 5. rész, 5.-8. vers. Ezt mondta az én uram, az Úr. Ez itt Jeruzsálem. A pogány népek között helyeztem el, országokkal vettem körül. De engedetlen volt törvényeimmel szemben, bűnösebb, mint a pogányok és rendelkezéseimmel szemben engedetlenebb volt, mint a környező országok. Megvetették törvényeimet, és nem éltek rendelkezéseim szerint. Azért ezt mondja az én Uram, az Úr. Mivel megáltalkodottabbak voltatok a körülöttetek élő pogányoknál, nem éltetek rendelkezéseim szerint, és nem teljesítettétek törvényeimet, sőt, még olyanok sem voltatok, mint a körülöttetek élő pogányok, akik a maguk törvényeit teljesítik, azért ezt mondja az én Uram, az Úr. Én is ellenet fordulok, és ítéletet tartok köztetek a pogányok szemelátára. 3 Mózes 18-22-től 26. Férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonya hálnak. Utálatosság az. Semmiféle állattal ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad vele. És asszony se álljon meg állat előtt, hogy párosodjék vele. Förtelem az. Ne tegyétek magatokat ezek közül semmivel se tisztátalanná. Mert azok a népek tették magukat mindezekkel tisztátalanná, amelyeket kiűzök előletek. Így vált tisztátalanná az a föld. Ezért majd számon kérem rajta a bűnét, és ki fogja hányni lakosait az a föld. Ti azonban, tartsátok meg rendelkezéseimet és törvényeimet. Első tesszalonikai levél, negyedik rész, első verstől. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, Ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent, és senki se károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja. Júdás levele harmadik verstől. Szeretteim, miközben minden igyekezetemmel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, Szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszeres mindenkorra a szentekre bizatott. Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akiknek az ítélete régóta megvan írva. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jól lehet mindenről tudtok, hogy bár az Úr egykor kiszabadította népét Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. 16. verstől. Ezek zúgolódók, sorsuk ellenlázadók, akik vágyaik útján járnak, fölényesen jártatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen vágyaik útján járnak. Ezek szakadásokat okoznak. Testi emberek, akikben nincsen Szentlélek. Ti azonban szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben. Imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Mentsétek meg őket, kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Péter első levele, első rész, 14-től 16 vers. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Hanem mivel ő a szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Negyedik rész, 12. vers. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. 17. verstől, mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az Istentelen és a bűnös? Akik tehát Isten akaratából szenvednek, azok is ajánlják lelküket a hűteremtőnek, és cselekedjék a jót. Isten szent. Ha a népe nem lesz szent, ítélet alá kerül. Ez nem csak ószövetség, ez új szövetség is. A jelenések könyvében maga Krisztus mondja a pergamoni gyülekezetnek. Vannak nálad olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodnak, aki arra tanította Bálákot, hogy törbecsalja Izrael fiait, hogy bálványáldozati húst tegyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a Nikolaiták tanításához ragaszkodnak. Térj meg tehát, Különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Nos, ez a melegházasság elfogadásának egyházi teológiai tétje. Ha a teológia nem Isten szavából indul ki, akkor csak emberi tudomány. Akkor nincsen benne szent lélek. Akkor nincs köze az Úr Jézus Krisztushoz. És én itt most abba is hagyhatnám. De szeretnék három dolgot még elmondani a hátralevő időben. Először szeretnék arról elmondani néhány gondolatot, hogy miért vízválasztó a melegházasság kérdése. Másodszor, miért nem közömbös, adiaforon a melegházasság kérdése. És végül szeretnék én is néhány gondolatot elmondani arról, amiről az elmúlt másfél-két órában egyházi vezető testvéreink beszéltek, hogy vajon szükséges-e a szakadás. Miért vízválasztó a melegházasság kérdése? 2007-ben Theo Hobson, liberális teológus írta a Guardian című lap hasábjain a The Pink Reformation, a rózsaszín bocsánat, The Pink Revolution, a rózsaszín forradalom című cikkében, az egyházak mindig szembekerültek kerültek morális kérdésekkel, de valahogy átevickeltek rajtuk. A homoszexualitással azonban más a helyzet. Miért? Teszi fel a kérdést. És így folytatja. A meleg egyenlőség követelése letaszította a hagyományos szexuális erkölcsiséget az erkölcsi piedesztáról. Nem általában a szex az, amely fenyegeti az egyházak erkölcsi tekintélyét, hanem egészen konkrétan a homoszexualitás. Miért? Hobson, aki egyébként pártolja a melegházasságot és annak az egyházi megáldását is, négy okot említ arra, hogy miért. Miért vált ez a vízválasztóvá? Először is azért, mert a homoszexualitás kérdésében nincs kompromisszum. A homoszexualitás vagy teljes értékű alternatívája a heteroszexualitásnak, vagy nem az, nincs harmadik lehetőség mondja ezt ő a másik oldalról, és én ezzel egyetértek. Másodszor, a homoszexualitás ügy elképesztően sikeres. Idézem, az, amit évszázadokon át kimondhatatlanul erkölcstelennek tartottak, hirtelen alternatív életmóddá alakult át, olyan önazonossággá, mely jogi védelmet érdemel. Harmadszor a változás megdöbbentő gyorsasága miatt. A feminizmus egy-két évszázadig is fortyogott, írja Hobson, még győzelemre jutott, a homoszexualitás megítélése viszont a szemünk láttára fordult meg. Én 2009-ben az Egyesült Államokban voltam, Előző nap érkeztünk meg, még mindig az időáltolódás hatása alatt voltam, bementem a közösségi térbe, ahol voltunk, és ott a kivetítőn zajlott éppen Barack Obama elnök első elnöki ciklusára a beiktatása. Abban a kampányban többször megkérdezték Obamát, és előtte a demokrata kihívóját, vagy vetétársát Hillary clinton is, hogy mit gondolnak a melegházasságról. Mind a ketten kategórikusan határozottan kijelentették, hogy nem támogatják. A házasság egy férfi és egy nő között köttetik. 2013-ban, megint kint jártam az Egyesült Államokban, július 4-e volt felvonulás, az episzkopális egyház egy szivárványos zászlóval vonult. Élére állt annak az etikai Fölcsúszásnak, ami éppen zajlott. 2015-ben, ahogy elhangzott itt már korábban is, a, az amerikai államokban kötelezővé tette a legfelsőbb bíróság a melegházasság elfogadását, és akkor már Barack Obama is arról beszélt, hogy bigott az, aki ezzel nem ért egyet. Nagyon-nagyon gyorsan zajlott le ez a folyamat. És más országokat is lehetne. A negyedik ok, Hobson szerint az, tehát hogy miért vízválasztva ez a kérdés, hogy a homoszexualitással kapcsolatos közvélekedésben bekövetkezett változás nem pusztán egy tabú megdöntése. Nem csak arról van szó, hogy egy gyakorlat elveszítette az erkölcstelenség auráját, ahogy a házasság előtti szex vagy a törvénytelen gyerek. Tehát nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy a homoszexualitás ügye, vagy a homoszexuálisok egyenlőségének az ügye, az egy erkölcsi keresztes hadjárat formáját öltötte magára. És hogy ezt, ha nem tudjuk elképzelni, akkor idézzük az emlékeinkből elő a tavaly nyári. Fo foci Európa-bajnokságon történteket. Valójában arról van szó, hogy egy új etikai vízió vette át az Isten felvázolt etikai vízió helyét. És az új etikai vízió a felvilágosodás filozófiájának a terméke, amely Isten helyett az emberből indul ki. Először csak a kiinduló pont változott, aztán ebből a kiinduló pontból nézve Isten fokozatosan feleslegessé is vált. És ezt ki is mondta Friedrich Nietzsche már a 19. század végén, hogy Isten halott, megöltük őt. A bibliai szexuáletikai vízió három pillérre épül. Az első pillér a nemek binaritása, kettőssége. Isten férfivá és nővé teremtette az embert. A második pillér a heteroszexualitás normativitása. Az azonos neműek erotikus kapcsolata természet ellenes a bibliai vízió szerint. A harmadik pillér az az, hogy a szex a házasságon belülre való. Időben és térben egyaránt. Azon belül szent és csak azon belül szent. Ezt váltotta fel egy új etikai vízió, amelynek többen leírták ezt már, négy pillére van alapvetően, ezekre rá fogtok ismerni, az egyenlőség gondolata, vagy ideája, a sokszínűség ideája, a szabad önkifejeződés és az autenticitás. Autentikos, régi görög szó azt jelentette, hogy önmagát létrehozó, önmagát szerző. Az ember akkor él jó életet, ha önmagát hozza létre és szerzi. Erre a négy pillére épül az új szexuál etikai vízió. Az úgynevezett melegházasság elfogadása, az új etikai vízió megnyilvánulása az egyházban. És nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez egy új pogányság. Andrew Fellows barátom, aki a Cambridge Christian Heritage Intézetnek a vezetője, megkülönbözteti a régi pogányságot, amit ő természet pogányságnak nevez, az új pogányságtól, amit ő egó pogányságnak nevez. Én pogányságnak. A melegházasság megáldása az egyházban ennek az új egó pogányságnak a megnyilvánulása. A melegházasság elfogadásával sok egyház valójában a pogányá, vált, vagy pogányságba visszasüllyedő világhoz kezdett igazodni, és az egyházon belül is zárójelbe tette az Isten igéjét. Ahogy Pál Apostol a római levélben mondja, ezek ismerik ugyan Isten igazságos rendjét, amely szerint halára méltók, akik ilyeneket tesznek, mégis nem csak teszik ezeket a dolgokat, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket tesznek. Miért nem adiaforon közömbös a melegházasság elfogadásának a kérdése? Ez a második dolog, amiről szeretnék még beszélni. Adiaforának, vagyis közömbösöknek nevezik azokat a kérdéseket, amelyekről a kereszténységen belül legitim módon lehet másként gondolkodni. Ilyen volt kezdetekben például az, hogy egy keresztény ehete bizonyos körülmények között húst, amit korábban bávány vagy bávány ajánlottak fel. Ilyen volt az, hogy megkülönböztessen egy keresztény egy napot a többitől. Vagy hogy milyen sorrendben végezzék az Isten tisztelet különböző elemeit, vagy mikor ünnepeljék a húsvétot, stb. Fontos, hogy a kereszténységben vannak másodlagos kérdések, hiszen ez teszi nyilvánvalóvá, hogy vannak elsődleges kérdések is, amelyekben keresztényekként viszont egyetértünk. Ezért tudunk ma is Krisztusban összekapcsolódni olyanok, akik egyet gondolunk a hit lényegi elemeiről, de mást gondolunk mondjuk a keresztségről, a nyelveken szólás ajándékáról, a pokol természetéről, az eszkatológiáról általánosságban, vagy akár mondjuk az istentiszteleti éneklésről. És a másodlagos meggyőződéseink miatt talán Más felekezetekben is éljük meg a hitünket. Sőt, egészen biztosan. Az evangéliumi hitem egyik pillére, hogy létezik az adiafora, a közömbös dolgok kategóriája. Az adiafora léte ugyanakkor azt is jelenti, hogy bizonyos kérdések nem tartoznak ebbe a kategóriába. A níciai zsinat aláírói például a Krisztus utáni IV. században egyetértettek abban, hogy Krisztus örök isteni természetének tagadása az nem lehet közömbös kérdés. Az adiafora fogalma fontos a keresztény egységhez. De ebből az is következik, hogy a keresztény hitnek vannak határai, amelyek viszont nem lehetnek közömbösek Krisztus tanítványai számára. Egyetértek azokkal, akik szerint a homoszexualitás erkölcsösségének elfogadása a keresztény hittől lényegileg idegen heterodox, heterodox tanítás. Tehát nem ortodox, hanem heterodox tanítás. Tév tanítás. Hadd mutassak öt okot arra, hogy a homoszexuális kapcsolat helyeslését miért nem tekinthetjük a diaforonnak. És itt most nagyon fontos, hogy nem csak a melegházasságról van szó, vagy az úgynevezett melegházasságról van szó, hanem magáról a homoszexuális kapcsolatról is. Hiszen a melegházasság helyeslésével az egyik legfőbb gond, a homoszexuális kapcsolat helyeslése. Abból következik az, hogy melegházasságról vagy azonos nemek párok megáldásáról beszélünk. Öt ok, hogy ez miért nem a diaforon. Első. A szexuális viselkedést a szentírás soha nem tekintette a diaforonnak, amelyel kapcsolatban egymással ellentétes nézeteknek is helye volna az Isten népén belül. Éppen ellenkezőleg nem egyszer azt olvassuk, hogy a szexuális erkölcstelenség megtérés nélkül kizár az Isten országából. Nyolc olyan listát olvasunk az Új Szövetségben, vagy találunk az Új Szövetségben, amely bűnöket sorol fel. Az Új Szövetségről beszélek. És a szexuális erkölcstelenség mindegyik listán rajta szerepel. A nyolcból hét listán többféle szexuális erkölcstelenségről is olvasunk, köztük a homoszexualitásról. Sőt, a listákat általában valamilyen szexuális bűn vezeti be. Az Új Szövetség nem hagy kétséget afelől, hogy a szexuális bűnök, amelyek közé tartozik a homoszexuális aktus is nem közömbösek Istennek, ezért nem lehetnek közömbösek számunkra sem. Sőt, több alkalommal kimondja ezzel kapcsolatban konkrétan az új szövetség, hogy aki mást mond, az tévejeg. 1 Korintus 6.9, Galata 6.7, Jakab 1.13-16, Efézus 5.6, 1-6. Az új szövetség több helyen egyértelművé teszi, hogy a homoszexuális kapcsolatban való részvétel megtérés nélkül kizár az Isten országából. 1 Korintus 6, 9 11 Róma 1, 22-27, 1 Timóteus 1, 10 Az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodás jele az, ha egyetértünk azokkal, akik ilyenben részt vesznek. Róma 1.28-32. Tehát ez az első ok, az Új Szövetség maga nem közömbös a szexualitással kapcsolatban. A második ok, hogy miért nem adiaforon, miért nem közömbös kérdés. Második ok, maga Jézus nem tartotta a szexuális viselkedést közömbös kérdésnek a tanítványai életében. Jézus a bűnösökért jött. A legnagyobb szexuális bűnökre is van nála kegyelem. Annak, aki megbánja. Máté 21.31. A paráznák megelőznek benneteket az Isten országában. De Jézus világossá tette azt is, hogy ő nem a törvényt eltörölni jött, hanem azt megerősíteni. Máté 5.17-20. A farizeusokkal sem az volt a baja, hogy az igazságossághoz ragaszkodtak, hanem éppen az, hogy a törvényt nem az eredeti szándéka szerint, és nem szívből követték. Jézus a törvényjel egyetértve kijelentette, hogy a házasság kezdettől egy férfi és egy nő életre szóló kapcsolata. Máté 19.4-9. Közvetve azt is megerősítve ezzel, ami minden zsidó számára egyértelmű volt abban a korban, hogy Isten tiltja a homoszexuális kapcsolatot. 3 Mózes 18.22, 3 Mózes 20.13. Jézus elítélte a paráznaságot, Márk 7.21, ami abban a korban egyértelműen a házasságon kívüli kapcsolatokra, a házasságtörésre, figyeljetek, a házasság előtti szexre, a prostitúcióra és a homoszexualitásra vonatkozott. És még olyan dolgokra, amelyeket jobb néven nem említeni. Jézus a tanítványait is a szexuális tisztaság fontosságára intette. És azt mondta, jobb, ha levágjátok a jobb kezeteket. Jobb, ha kiváljátok a jobb szemeteket, mint hogy teljes testetekkel a gyehennára vettessetek. Mert a bűnnel való kiegyezés az örök életünkbe kerülhet. Ezt az a Jézus mondta, aki gyógyította a betegeket, aki ez mindenki válogatás nélkül oda mehetett. Harmadik hogy miért nem közömbös kérdés ez. Az új szövetség a szexuális tisztaságot egyöntetűen az apostoli tanítás részének tekintette. Az apostoli hagyomány szerves része az abból következő etikai tanítás, annak pedig szerves része a szexuális etika. Nincs apostoli hagyomány alapvető szexuális etika nélkül. Az apostolok nemcsak a zsidók között, de a pogányok között is, a pogány misszióban is hangsúlyosan tanították a szexuális etika elengedhetetlenségét a keresztény tanítvánság megélésében. Az apostolok a pogány gyülekezetekben épp úgy érvényesítették a paráznaság tilalmát, mint a zsidó gyülekezetekben. 1. Szalonika 4. 1. 8. Galata 5. 19. 24. Júdás 4. 1. János 2. 15. 17. 1. Péter 4. 1. 4. 2. Péter 2. 18. 21. Zsidók 13. 4. Jelenések 2. 14. 20. Csak néhány példa. Pálapostól arra figyelmeztette a korintusiakat, hogy a paráznaság megrontja a gyülekezetet. Ötödik rész, első öt verse. És megtérés nélkül kizár az Isten országából. 1 Korintus 6, 9 11 A paráznaság közé sorolja a homoszexualitást is. 1 Korintus 6, 9. Malakoy és Arsenokoitai. Ez a két szó jelöli a homoszexualitást. És azt mondja, hogy közületek, és itt a jó hír, többen ilyenek voltatok. De megmosattatok, megszentelődtetek, és megigazultatok az Úr Jézus Krisztus által. A homoszexuális erkölcstelenségből való megtisztulás ugyanúgy a tanítványság velejárója, mint a báványimádásból vagy a nyerészkedésből való megtérés, hiszen ezek a szavak egymás mellett szerepelnek. Az apostoli tanítás, amelyre a kereszténység épül, egységes, egyértelmű és határozott ebben a kérdésben. Negyedikok. Ok. Miért nem közömbös kérdés ez? A homoszexuális kapcsolat helyeslése olyan radikális eltérés a hagyományos bibliai és történeti keresztény tanítástól, amely szükségszerűen, szükségszerűen más területeken is megkérdőjelezi a keresztény etikai útmutatás érvényességét. Ha elfogadjuk hogy a homoszexuális kapcsolat összeegyeztethető Jézus követésével a házasságon kívüli egyéb szexuális kapcsolatok előtt is megnyitjuk az ajtót. Megkérdőjelezzük, hogy a házasság volna az Isten akarata szerinti egyetlen helye a szexuális egyesülésnek, vagy ami még rosszabb, a szentírástól teljesen idegen módon újraértelmezzük magát a házasságot. Azok a revizionista érvek, amelyeket a homoszexuális kapcsolat helyeslése mellett érvelők használnak, végzetesen alássák a Szentírás erkölcsi útmutatásában való bizalmat. Azon túl, hogy a homoszexuális kapcsolatok jóváhagyása után a Szentírásból alig ha fogjuk tudni, vagy akarni kiolvasni Isten erkölcsi akaratát. Gyakorlati, pásztorlási kérdések beláthatatlan sora merül fel. Néhány példa. Mit mondjunk ezek után azoknak, akik házasságtörésre éreznek késztetést? Lelki pásztorok, biztosan beszélgettetek már olyan férfivel vagy nővel, aki a falat kaparta a kísértéstől. És egyetlen egy hajszányira volt attól, hogy tönkretegye maga és a családja életét. Vagy mit mondjunk azoknak az egyedülállóknak, akik szeretnének szexuális életet élni, de mivel nem élnek házasságban, nincs férfi vagy nő a láthatáron, akivel összeköthetnék az életüket, ezért ezekkel a vágyakkal élnek, számukra is megnyissuk az utat. Azt tanácsoljuk, hogy keresse egy férfit, keresse egy nőt, és élj a vágyait szerint. Ugye látjuk azt, hogy ez mennyire radikális változás lenne az egyházban, ahhoz képest, amit 2000 éve vallunk. Vagy mit mondjuk annak, aki pedofil vágyakkal él? És ugye ilyenkor azt szokták mondani, hogy nem mossuk össze a homoszexualitást a pedofiliával, nem is teszem. A vágyakról beszélek. Vagy mit mondjunk azoknak, akik tudományos alapon legközelebb a monogámia hasznát, vagy a közeli családtagok közötti szex tilalmát kérdőjelezik meg? Vagy aki a poliamória előnyei mellett érvel. Mit mondjunk a Szentírás alapján? Vagy a Szentírástól függetlenül? Azok után, hogyha elfogadtuk, a teljesen egyöntetű nyilvános tanítása, a Szentírás nyilvános tanítása és egyértelmű tanítása ellenére a homoszexuális kapcsolatot. Ha van olyan kérdés a keresztény hitben, amelyel összefüggésben igaz a dominóelv, tehát az, hogyha egy pontot megkérdőjelezünk, akkor az egész építmény összeomlik, akkor ez a kérdés éppen ilyen. Nem lehet közömbös keresztények számára. És az ötödik ok. Szóba került a kerekasztal beszélgetésben is az Efézusi Levél 5. része. A házasság a Szentírásban Krisztus és az egyház kapcsolatának misztériuma. Krisztus önfeláldozó szeretete és az egyház engedelmessége jelenik meg benne, valamint a kettő közötti hűséges, felbonthatatlan szövetség. Ezzel szemben a homoszexuális kapcsolat éppen azt szimbolizálja, nem szerintem, hanem Pálapostól szerint, hogy az ember felcseréli a halhatatlan Isten dicsőségét a teremtmények képével, Isten imádatát a teremtmények szolgálatával. A homoszexuális erkölcstelenséggel való egyetértés Pász szerint Isten ítéletének a megnyilvánulása. Annak a jele, hogy nem tartottuk Istent az ismeretünkben. Ezért ő erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak szolgáltatott ki bennünket. Róma 1.28. Egyáltalán nem közömbös kérdésről van tehát szó, hanem az egyik legmélyebb és legszentebb titokról, amely a teremtésben a megváltást szimbolizálja. Valamint ennek összekuszálásáról és természet ellenes felcseréléséről, amely az Istennel szembeni lázadásnak a jelképe. Nem véletlen, hogy a korunkra különösen jellemző én központú narcizmus együtt jelenik meg a homoszexualitás ünneplésével. Hiszen Isten imádatának és a férfi-nő szövetségének felcserélése az egy istentelen tükörképe annak, ahogy a házasság viszont az Istennel való kapcsolat misztériuma. Aki a homoszexualitás elfogadásának kérdését a közömbös kérdések közé sorolja, nem veszi tehát figyelembe, hogy egy, a Szentírás hogyan vélekedik a szexuális bűnökről, kettő, Jézus maga mit mond a házasságról és a paráznaságról, három, hogy az egész új szövetségben található apostoli tanítás milyen hangsúlyt fektetett a szexuális tisztaság kérdésére a pogányok között is. Négy, hogy a homoszexuális kapcsolat elfogadása hogyan hat a Biblia többi erkölcsi tanítására. És öt, hogy a férfi és nő közötti házasság a Szentírásban szent misztérium, a homoszexualitással és az azzal való a homoszexualitás az azzal való egyetértés viszont az Istentől való elfordulás jelképe, mely ítéletet hordoz magában. Ezek a legfontosabb okai annak, hogy a homoszexuális erkölcstelenség jóváhagyása a keresztény hittől való lényegi eltérés, vagyis nem a diaforon. Tisztában vagyok azzal, hogy ezek súlyos szavak, és ha igazak, súlyosak a következményei is. Nyugaton ma folyamatosak az egyházszakadások, és Magyarországon is bekövetkezhetnek. De vajon szükségszerű-e, ezzel a kérdéssel szeretném befejezni az előadásomat, szükséges-e a szakadás? A válasz szerintem attól függ, hogy milyen állapotban vannak a felekezeteink. Van, ahol szerintem elkerülhető a szakadás, és nagyon remélem, hogy el is kerülik. Van, ahol lehet, hogy nem lesz elkerülhető a szakadás. Ahol nem engedték be a heterodox tanokat, ott azt gondolom nem szükségszerű a szakadás de szükség lesz egyházfegyelemre. fegyelemre. Ahogy a Szent Háromság tagadása nem lehet megtűrt, és értsetek jól, itt most nem a friss hívőkre gondolok, akik tanulják a keresztény életet, akik tanulják a keresztény hit tartalmát, hanem akik tudatosan ellentmondanak annak. Ahogy a Szent Háromság esetében nem lehet ez megtűrt az egyházban, ugye a homoszexuális kapcsolat helyeslése esetében sem. És az a helyzet, hogyha egyszer legitimitást nyert az új etika, mondjuk az egyház egyik irányzataként, mondjuk a nem konzervatív irányzatként, egészen más lesz annak az egyháznak a helyzete. Én azt gondolom, mindenképpen el kell kerülni ezt a helyzetet. De ehhez egyház vezetői szinten is nehéz döntéseket kell hozni. Nyugaton ott kerülték el az egyház szakadást, ahol időben felléptek a heterodox tanok ellen. És utána tartották is magukat a korábbi döntéshez. És nem nyitották meg újra a párbeszédet. A párbeszéd. A kezdete az egyházszakadásnak ebben a kérdésben. Ahol már beengedték a heterodox tanokat, ott azt gondolom, hogy nagyjából elkerülhetetlen és szükséges a szakadás. Emlékezzünk Theo Hobson szavaira. Ebben a kérdésben nincs kompromisszum. Aki bűnnek tartja a homoszexuális gyakorlatot, az nem fog kiegyezni a kapcsolatok valami alsóbb szintű megáldásával sem. Aki viszont az új etikai vízió híve, az nem fog megelégedni kevesebbel, mint a heteroszexuális kapcsolattal való teljes egyenlőség. Tehát nem lehetséges a közös nevező. És ezt ma már tapasztalatból is tudjuk. És mivel tudjuk, hiszen most már évtizedes tapasztalat van erről, ezek nyilvános, jól tudott történetek, ezért a párbeszéd kezdeményezéséről ma már nyugodtan kimondhatjuk, ez az első lépés az elbizonytalanítás és a legitimáció megszerzése felé. De ez a folyamat ez nem fog félúton megállni. Az egyik jelenlegi zajló szakadás az éppen az elmúlt órában említett, vagy két órában említett Egyesült Metodista Egyház szakadása. Hiába vannak többen a konzervatívok, ez már eleve egy rossz keretezése a dolognak. De most azt a szóhasználatot használom, vagy azt szerint beszélek, ahogy erről szoktak beszélni. Hiába vannak többen a konzervatívok, nekik kell többet beádozniuk azért, hogy végre külön azoktól, akik hátat fordítottak Krisztus evangéliumának. Ez történt a Skót Presbiteriánus Egyházzal is, és számos nyugati felekezettel. De egy dolgot ne felejtsünk el, és mondjunk ki teljesen egyértelműen, a szakadást azok okozzák, akik testi emberek, és a vágyai kiélésére csábítják azokat, akik azoknak egyszer hátat fordítottak Krisztusért. Hadd idézzem még egyszer Júdást, mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akiknek az ítélete Régóta megvan írva. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és ami egyedüli uralkodónkat és urunkat Jézus Krisztust megtagadják. Az utolsó időkben csúfolódók támadnak, akik Istentelen vágyaik útján járnak, ezek szakadást szakadásokat okoznak testi emberek, akikben nincsen szent lélek. Péter apostol pedig ezt mondja, ezek víztelen források, forgószéltől sodort kötfoszlányok, akiknek a sötétség homája van fenntartva. Mert üres, fellengzős szólamokat hangoztatva testi vágyai kiélésére csábítják, festett életükkel azokat, akik nem régen szakadtak el a tévegésben élőktől. Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Hadd fejezzem be azzal a két szóval, amivel kezdtem. Isten szent. És ha a népe nem lesz az, ítélet alá kerül. Köszönöm, hogy meghallgattatok.